Tél a póvárás, eső szitál, hull a hó, hol késik még tél a pó? Lásd együtt a sok gyerek, várja, lesi létedet, a melegben ülni jó, átfázhattál tél a pó. Érezd otthon itt magad, jöjj be, ragd le zsákodat, csevegj velünk, jót pihenj, mi könnyítünk terheden, hagyd itt, amit rejt a zsák, komótosan menj tovább. Jó estét kívánok! Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen sokan eljöttek, és köszöntöm Önöket. Karácsonyra kalácsot is sütnek, nincs ennél izgalmasabb ünnep. Ajándékot én is készíthettem, amíg készült, majdnem tündér lettem. Fésűs Éva idézettel találkozhattak már több éve plakátjainkon azzal az adománygyűjtő felhívással, amelynek ma egy ilyen kezdeti időpontja van, egy picit a télapóhoz, a karácsony előtthöz kötve. Az elmúlt években is megszokhattuk azt, hogy így karácsony közeletével, pontosabban akkoriban még a karácsonyhoz nagyon-nagyon is közel, egy karácsonyi angyalka, vagyis hogy legyen ön is karácsonyi angyalka című jótékonysági akciónak a záró rendezvényére kerül sor. Hát nem gondolnám, hogy most záró rendezvényen vagyunk, de most miért is van ez hamarabb? Igen, ez a Karácsonyi Anyalka nevű programsorozat 10 éve indult az útjára, és most azért van hamarabb, mert most karácsony váró programként gondoltuk ezt. Mert nagyon sok program volt tavaly egybe, és úgy gondoltuk, hogy most egy picikét előrébre hozzuk. Hölgyeim és uraim, azt gondolom, hogy nem kell méltatnom nekem azt a munkát, amit a nagycsaládosok vezetésével nagyon-nagyon sok jó ember végzett, illetve végez a mai napig is az elmúlt 10 évben. Fontos dolog az, hogy egymásról gondoskodjunk, amennyiben valaki nem tud saját magáról gondoskodni, és hát ezt a dolgot ők megragadják, hogy miért pont karácsony előtt, azt gondolom, hogy ennek elsősorban az az oka, amit szoktunk mondani, a közbeszédben elhangzik, hogy karácsony a szeretet ünnepe. Jó lenne, hogyha ez egész évben így lenne, hogy mindenki szeretetben élhetne a családja körében és békességben, de hát tudjuk, hogy vannak, akiknek ez nehézségeket okoz, és ezeken a nehézségeken igyekeznek segíteni azok az emberek, akik jó szívvel adják, és azok az emberek, akik jó szívvel csinálják ezt a rendezvényt. Én kívánom, hogy ne kelljen soha ilyen rendezvényt többet tartani Mezőberényben, de ez úgy gondolom, hogy hiú ábránt, tehát inkább azt kívánom, hogy legyen energiájuk, erejük továbbra is a nagycsaládosoknak ahhoz, hogy megszervezzék a rendezvényt. Hát igen, is láthattuk azt, hogy itt egy köszöntővel kezdődött meg a műsor, de tulajdonképpen már előtte is látogathatták a mezőberényiek, nem csak a karácsonyfák miatt, amik ugye feldíszítésre kerültek itt az ünnepek kedvéért, hanem egy amolyan vásár fogadta őket. Így van, karácsonyi vásár van most itt kipakolva, mindenféle finom és értékes portékákkal, úgyhogy jöjjenek, nézzék meg! Lógatjuk a lábunkat és lazulunk a pricsen. Tavasszal csak tengünk, lengünk, nyáron sincsen meló. Még az ősz is tiszta uncsi, véget él van, de jó. Télen minden izgalmasabb, rengeteg a dolgunk. Teszünk, veszünk, motoszkálunk, folyton sürgünk, forgunk. Behúzunk a munkaruhát, cipőt, zokni, cupony. Segítünk a Mikulásnak cipelni a futtony. Krampusz móga, ez ám a tuti buli éjjel-nappal. Sümít a subidubi krampusz móga. Orrunk helyen fekete, itt a mancsunk csak bele. Ez ám a tuti buli éjjel-nappal, süpít a subidubi krampusz móka. Kormos képünk oly vidám, mindenki a cimborám. Mi vagyunk a krampusz kórus, sok-sok kedves kupák, kupák, tanítás.
Sublidumikra, pusz, móka. Orrunk hegyen fekete, itt a mancsúcsa bere. Trampusz, móka, ez ám a tuti buli éjjel-nappal. Sublid a Sublidumikra, pusz, móka. Akkor most képünk, hogy minden, mindenki a cimborán. Épp az imintiekben láthattuk azt a műsor részletet, melyet ugye Csabáról érkezett vendégek adtak nekünk. Így van, a Békés Csabai Színi Stúdió fogadta el felkérésünket, és egy színvonalas műsorral emelték a délután hangulatát. És ezt követően pedig egy nem akármilyen meglepetés várja a mezőberényieket. Ugye itt volt egy kis polemizálás, hogy lesz-e vízijáték is a fényjáték mellett, hát végül is az idő azt engedi meg, hogy fényjáték legyen? Így van, így van. A Városháza előtt lesz ez a rendezvény, ez a fényjáték, úgyhogy én bízok benne, hogy mindenkinek tetszett, és gyönyörű volt. Viszont még előtte azért el kell árulnunk azt is a nézőknek, hogy ugye egy jótékonysági akcióról van szó, amikor is ugyebár gyűjtitek az adományokat azoknak a hátrányos helyzetű benzőberényi gyerekeknek, akinek esetleg nem jut annyi karácsonyra. Viszont itt láttattuk azt, hogy amúgy is egy szülői felajánlásból történt itt ajándékoztás.
Így van, egy kisebb szülői csoport szorgalmasan gyűjtette a penészpontokat, és rengeteg plüss játékkal ajándékozza meg a rászoruló gyermekeket, ami átadásra került az Angyalkának, aki karácsony előtt ki fogja vinni a gyerekeknek. Én már második éve elkezdtünk egy reméljük hagyomány lesz belőle. Az egyik áruházlánc pontokat ad a vásárlás után, és a megmaradt pontokat összegyűjtöttük. A tavalyi évben 23, az idén 30 darab plüst sikerült így kiváltani, a szülőkkel és nagyszülőkkel összefogva, amelyet ezúton is köszönök nekik, hogy ezt megtették, és átadhatjuk a nagycsaládosok részére, hogy ők kiosszák azoknak a gyermekeknek, akik ezt nem biztos, hogy megtehették, hogy megvegyék, vagy kiváltsák, de nekik is legalább karácsonykor örömet szerezzünk vele. Köszönöm! Azt is megszokhattuk az elmúlt években, hogy egy amolyan ételosztással kedveskedtek, megint csak a hátrányos helyzetű mezőberényiek számára, és hát ismét, hogy én legalábbis láttam, Gödör főz mit és mennyit. Igen, igen, a vadássörkelt jó voltából kerül megfőzésre, a krumpli paprikás lesz tarhonyával és kolbásszal, 500 adag meleg ételt fogunk szétosztani a rászoruló embereknek. Hát ez csak elég lesz, mert tavaly emlékszem, hogy hát elfogyott igen hamar. így van, most bízunk benne, hogy elég lesz mindenkinek. Itt a végén azért említsük meg, hogy habár ez ugye a Legyen Ön is karácsonyi anyaga mindig is a Nagycsaládosok Mezőberény Egyesületével volt úgymond összeforva, bár azt hiszem, hogy a Spektrum Alapítvány is részt vesz benne, és egyéb a Mezőberény Város Önkormányzata is, de milyen összefogásról van itt szó? Szélesedett ez? Így van, szélesedett. A 10 év alatt nagyon sokan álltak mellénk, civil szervezetek, több vállalkozó és a magánemberek, egész Mezőberény lakossága. Tehát az idén iszonyú mennyiségű, már nagyon sok mennyiségű játék, ruhanemű gyűlt össze, tartós élelmiszer, úgyhogy én nagyon szépen szeretném megköszönni Mezőberény egész városának ezt a hozzáállást, amit ehhez a programhoz tanúsítanak. Na, hát ez jó hallani. Köszönöm szépen, és akkor boldog karácsony. Köszönöm szépen, én is mindenkinek ezt kívánok, boldog karácsony ünnepeket.